és uraim, a mai propagandában megcsodálunk jó néhány tonna megmunkált színes fémet, közben elszívunk 60 szál cigarettát, megiszunk fejenként vagy 4 kávét, mindezek után pedig bolyongani fogunk egy csodálatos épületben, ahol minden vezérelhető, minden forog, 1500 csatornát lehet fogni, és minden... De ez mind mindegy, mert Haraszti István 70 éves, és annyi energiával rendelkezik, hogy az elkövetkezendő 25 percben én fogok utána rohanni, igaz? Igen. Ez a ház egy labirintus. Hány helység van itt? Hú, hát te, ez tényleg most ez egy olyan fogós kérdés, még soha sem volt alkalmam összeszámolni. Jártál már mindegyik helységben? Hát azért már igen. Annál is inkább, mert ezeket mi a nejemmel csináltuk annak idejébe. Itt ez meg a spájz. Az Éva éppen valamit fölhoz belőle. Ez máskülönben egy olyan üveg, amire nyugodtan rá lehet lépni. Most hol vagyunk? Ez a múzeum szoba? Vagy ez úgy fest? Ez a központi helység, a földszinten ez a központi helység. Tulajdonképpen ez azt a célt szolgálja, hogy a kedves barátok, a közeli sorstársaimnak munkái már itt föllelhetők, itt körbe-körbe a falakon. De használjátok ezeket a tereket? Vagy ez inkább egy reprezentációs? Nem, nem, nem. Mikor kialakítunk az Évával valamilyen kis sarkot, akkor jaj, mondom, most itt fogunk kávézni, és akkor ha megszeretjük, akkor naponta 4 kávé közül az egyiket, akkor ebbe a sarokba. És ez micsoda ez a döngölt falfelület? Hát, mert ez se annyira modern most világ. Most érdekes módon, hogy mi hogyan tud kialakulni. Na most akkor, mikor ezt 67-ben elkezdtük csinálni, akkor én nekem nem volt ügyességem arra, hogy simát csináljak. Akkor ott az egyik helységben ez így alakult ki, és mikor megláttam, akkor azt mondtam, hogy olyan szép, természetes, ugyanabba a stílusba ugyanúgy lettek ezek folytatva. Ezt a kezemmel. Az Éva fölrakja nekem megkeveri a gipszet, és akkor én ezt a kezemmel simogatom így el, és azt minden egyes négyzetcentiméternél ezt figyelni kell, hogy az a szemnek kellemes legyen, jó legyen. És hogy kell titeket elképzelni, amikor a gyerekek még kicsik, mint család, akkor nem volt még ekkora műhelyed, nem volt ekkora a ház, akkor hogyan tudtál dolgozni, vagy mi volt az életteretek? Először egy szoba konyhával és egy picike kis sufnival a kert végébe kezdtük az életünket, és már az is egy nagyon jó dolog volt, hogy volt egy 2x2 méteres kis sufni, ahol például a fügemagozó gép készült el. Ami hány méterszer hány méteres? Ami 2,70 m magas, és jelenleg a Duisburgi Múzeumnak egy féltett darabja. Na de én ezt úgy csináltam akkor, hogy ahogy nőtt a szobor fölfelé, alul mindig azt a szénporos földet kezdtem kibányászni, és mindig süllyedt le a földbe ez a szerkezet, hogy a plafon alatt elférjen. Még nem jött a tavasz, és akkor el lehetett a tetőnek egy részét húzni, hogy arra is kinőtt. Jó zsúfolt életetek volt, nem? Mindenütt. Nagyon. Szerszám. Minden kis négyzetcentiméternek megvolt a rendeltetése, de nem egy, hanem volt, amire 3-4 feladat volt ráültetve, még fürdőszobánk se volt 20 éven keresztül. És az Éva ezt bírta, ilyen odaadó feleség? Én az Évával, hála jó Istennek, nagyon jól választottam, soha nem hajtott a pénz után. Ha egy kis pénzhez hozzájutottam, akkor vettünk szerszámokat. Az Éva vett nekem szerszámot, ahelyett, hogy szép harisnyát vett volna magának, vagy elköltöttük volna étterembe. Én annak idejében, mikor összeismerkedtünk, azt mondtam neki, hogy meg fogod látni, hogy egyszer jelentős szobrász lesz belőlem, mert én érzem, hogy én valami olyasmi képességgel rendelkezem, ami engem a jobbak közé fog majd besorolni. Képzelj el a következőt, hogy betiltják a kiállítását, és kész van a meghívó. És a meghívóra azt pecsételi rá, hogy a kiállítás bizonytalan időre elhalasztva. Ezzel kifejezte azt, hogy ez be van tiltva, kifejezte azt, hogy ez még egyszer be lesz mutatva,
és oda fricskázott azoknak, akik betiltották. Első alkalom, hogy én az édeskével találkoztam, és láttam a munkáját, ez 1969-ben volt, amikor a Syrenon kiállítást láttam. A Syrenon kiállításon reveláció volt az édeskének a munkája, akkor még nem hívtuk édeskének, hanem Haraszti István volt. Ott volt egy olyan váratlan, meglepetést okozó szerkezete a csühögő, ami teljesen váratlan volt és ismeretlen volt addig igazában véve, mint képzőművészeti alkotás. Kritikus is volt, szimbolikus is, kicsit ironikus is, kicsit játékos, és ez mindez, amit talán most így elmondtam, jellemző. Ő egy nagyon bölcs ember, mert pontosan tudta azokat a határokat, hogy meddig lehet elmenni. Tehát amikor megcsinálta az acélmosolyt például, hogy nagy nehezen kinyitom azt a bizonyos páncélszekrényt, és akkor valaki kinevet engem, hogy hát ez történt, tehát nincs itt benne semmi. Két különböző súlymértéket tesz egy mérlegre, és az pontosan egyensúlyban van, és kiderül, hogy nincs egyensúlyban, de mégis egyensúlyban van. Tehát, hogy ezzel mi mindent akart ő kifejezni, ehhez az ő technikai zsenialitása, arányérzéke, és az a nagyon finom távolságtartása, hogy eddig el tudott menni, és utána már nem megy tovább. És most tényleg 70 éves vagy? Hát már tényleg 70 vagyok. Elhiszed? Hát ki van írva, nézd meg, hát szóval ez már olyan tény, ami a személyazonosságjában is benne van az embernek. Ide is ki van írva, meg a térdemen, érzem. Ez az időszak a számomra már az az időszak, amikor már úgy tekintek az időre, mint ellenségre. Szóval most valahogy úgy megtáltosodtam, érzem, hogy már szűkül az idő, és minél többet, minél aktívabban kell, hogy dolgozzak, hogy azt a rengeteg sok fölhalmozott anyagomat, amik otthon vannak, azokat csak legalább egy nagyobbik részét föl tudjam még dolgozni. És az elképzeléseimet, amiket még szeretnék megcsinálni, azokat most meg tudjam végre már valósítani. Most erről leszabad venni golyót? Mi történik, ha az ember belenyúl? Kicsit az egyensúlyát elveszi, de amúgy utána, ha visszateszed, ugyanúgy működik tovább. Permanens mágnesek vannak benne, ami azt jelenti, hogy hát... Itt van egy mágnes, ami el tudja őt kapni, úgy. És ebben van egy ilyen forgó tárcsa, ami mindig igyekszik függőlegesen lenni, és az annak a két felső végén van a két mágnes, ami tartja ezeket a acélgolyókat. Ezeknél a szobroknál a kiindulási pont, a mozgásnál a kiindulási pont az micsoda? Egy kis lökés? Csinálsz valami kis gémes kutat, amit meglöksz egy irányba, és aztán innentől kezdve elkezdődik egy láncolat, visszalököd, meglöki a motor, golyó. Hát tényleg egy folyamatnak az eredménye. A pillangó hatás, ez így tulajdonképpen nem létezik, ez így pontosan semmit nem jelent. Mégis itt valamikor egyszer egy ismeretlen ismeretterjesztő nagyot alkotott, mert egy nagyon jó képbe foglalta össze egyfajta matematikai irányzatnak a lényegét. Tehát a matematika úgy sok száz éve arra hegyeződött ki, hogy viszonylag kis változások általában viszonylag kis változást okoznak. Hát mit te, meglökök valamit, akkor az gurul jobban, meglököm jobban gurul, de nem őrült sokkal jobban. Na most vannak ugyanakkor olyan jelenségek a világban, amelyek nem így működnek, hanem egészen kis hatások eldöntik, hogy most erre billen vagy arra billen, vagy összeomlik vagy nem omlik össze. Egészen kis különbségek, egészen nagy, akár drámaian más irányt adnak a dolgoknak. Meg meglengeti egy pillangó a szárnyait Tokióba, és ettől vihar támad New Yorkba. Pontosabban nem ettől támad vihar New Yorkba, hanem úgy álltak a dolgok épp, hogy ez az egészen kis hatás eldöntötte, hogy most New Yorkba legyen-e vihar, vagy Tanzániába, vagy esetleg sehol. Persze ez így nem egészen igaz, mert Tokióba is ugyanúgy, mint a hűvösvölgyi nagy réten a pillangók állandóan lebegtetik a szárnyukat, és még sincs mindig vihar New Yorkba. Tehát pont ez a lényeg benne, hogy így kell, hogy eléggé speciális konstellációk kellenek, hogy létrejöjjenek, ahol már egy ilyen kis hatás, ilyen drámaíran fel tud nagyulni. Nem tudjuk pontosan megmondani azt, hogy mikor áll elő ilyen, de már legalább van valami matematikai modellünk, amivel kezelni tudjuk.
Miért érdekel az egyensúly? Egyszer volt egy nagynéném, az azt mondta nekem, gyerek, soha ne csinálj olyat az életbe, amit később meg kell, hogy bánjál. Ez már az egyensúly kérdésének az alaptétele, tehát, hogy az ember önmagával legyen mindig egyensúlyba, mindig csak olyan dolgokat tervezzen magának, ami valóra válhat. Már eleve az ő, meg az én viszonyom egy nagyfokú egyensúlyi viszony. Hogy ő tudja azt csinálni, amit én elképzelek. Hogy ez a golyó a fizika törvényeivel ellentétbe, ugye mindig ott marad fönt, hát ennek le kellene onnan esni. Annak a kettőnek le kellene onnan esni. De ezek fittyet hánynak arra, hogy mi a látszat. Itt egy pseudo történés forog körbe-körbe, a golyó ott áll egy lehetetlen pozícióba, és az ilyen lehetetlen pozíciók az életben nap mint nap előttünk vannak. Amikor a fügemagozót csináltam, és elakadtam a munkába, lefekvés előtt beleképzeltem magam egy golyóba. És akkor, mikor véget ért a pálya, ahol éppen tartottam, akkor kellett egy megoldást találnom, hogy hogy tovább. Mivel, hogy én voltam a golyó, és leestem volna a szerkezetbe, rögtön kellett, hogy jöjjön egy ötletem, hogy na, hogyan tovább. Fiatalabb koromban volt bennem egy csomó izgágaság, amikor az embereket, akik körülvettek, tökéletesebbnek szerettem volna látni. És ezért úgy próbáltam irányítani őket, hogy hasonlókká váljanak, mint én. Hogy szeretetre méltóbbak legyenek, de aztán rájöttem, hogy ez egy utópia. Igen. Utána megtanultam olyannak elfogadni az embereket, mint amilyenek. De hát és mi az, hogy tökéletes? Ez a golyó, ez tökéletes? Hát ezek szépen tökéletesen forognak addig, ameddig áramot kap a gép. Ameddig a motor forgatja a mágneseket, addig ezek a golyók ragaszkodnak ahhoz a ponthoz, ami biztos a számukra. A golyó ragaszkodik a mágneshez, a mágnes forog, és... Én meg, mint külső szemlélő, a létrehozó, azt mondom, hogy ez a tökéletes. Az én számomra a világnak a legszebb mozgató ereje az, mikor két ember vagy emberek egymással kommunikálni tudnak. Mondjuk, hogyha most azt mondom, hogy a háta mögött, a vörös rézen túl van egy ember, akiben egy olyan kapacitás van, hogy képes valakit magával húzni, de csak egyet. Na most van olyan mágnes, amelyik négyet, ötöt, hát majd mutatok egy olyat, ott hátul van egy olyan, hogy a kis család, az egy kis középső elem olyan erővel rendelkezik, hogy három golyót, három másik kis lelket tud magával együtt vinni. De miért pont három? Hát abba anya meg egy gyerek. Mi nem 10 gyerek? Ne, ez a mágnes nem bírt el 10 gyereket, csak ezt az egyet. Nézd, érdekes, hogy nálad mindig a golyó jön előtérben. Nyilván, hogy a golyó tud a legjobban mozogni. A golyó de... tud önmaga körül is forogni. Igen, egyedül, de hogy van ebben valami kis metafizikai jelentés is, nem? Tehát ez a legtökéletesebb tárgy. Igen, és ez az, amihez könnyen hozzá tudok jutni. Többféle méretben áll a rendelkezésemre, hát úgy szólván egészen 3 mm-től 80 mm átmérőig vannak golyóim, és akkor ezek közül tudok választani mindig az alkalomnak megfelelő méretet. Csak az anyaga fontos? Például az egyik szobornak az a címe, hogy kötéltáncos, ott is a réza fontos, mozgása fontos. Hát most azért lett kötéltáncos, mert menet közben egy kötéltáncosra emlékeztető mozgásokat végzett az a mozgó szerkezet, amit én általános igénnyel csináltam, hogy ne hasonlítson az őt megelőzőekre nagyon, hogy látszódjon, hogy egy kicsit tudtam előrelépni. Na most ez pont egy kötéltáncosnak a mozgását, azt a bizonytalan kis egyensúlyzó mozgást produkálta. The look of love
Itt egész más dolgokat kell csinálni, mint fenn a magasban. Ott nem lehet így ugrándozni, meg táncolni. Ilyen folyamatos tánclépés az elég nehéz, ezt nem nagyon szokták ott a magasban, mert ebből azért könnyen kibillen. És szóval egész más fajta dolgokat csinálnak. Először fájdalmas ugye a drót, azért fáj egy picit a lábam, de meg lehet szokni. És nem olyan nehéz, ha már megvan a spárga maga. Igazából legalább 2 évig kell neki ebben a magasságban dolgozni, és akkor utána mehet fel a magasabb drótra. De itt mindent meg kell tanulni neki egyedül, minden ugrást, még különbözőeket is, esetleg szaltót is, ami már nagyon komoly. Másodperceken múlik, hogy ember leesik, hogy meg tudja csinálni. Amikor már az ember megtanul valamit, akkor olyan könnyednek látszik az egész, olyan természetesnek, hogy ettől szép, hogy úgy lehet rajta táncolni, vagy ugrálni, mint a földön. Előttem volt egy lány, a Bori, és ő is csinálta ezt a kötéltáncot, és nagyon tehetséges volt, és nagyon jó dolgokat csinált, ami nekem ebben megtetszett. Ő is így táncolt, spárgázott ugyanezeket, mint én. Jó egyensúlyértéke van elsősorban. Könnyedén tanul, hamar, az a tehetség, és akkor jön a szorgalom, hogy egyet akarja is, és ha leesik 5-től, akkor 6-szor is felmegy, és csinálja. Először vannak a gépek, aztán a gépekből derül ki egyre jobban számodra valami? Tehát van úgy, hogy egy ember jut eszedbe, van úgy, hogy rendszer, van úgy, hogy kicsit a metafizika irányába mész el. Ez a folyamat, ez nagyon változó, mert például van, hogy azt mondom, hogy ez a sok nyamvat szemforgató genya, és akkor ezt csak úgy megáll az eszembe, hogy ez a szemforgatás, meg a nézetváltás. És akkor, hát hogy nekem még ezt, hogy nem jutott eddig eszembe, hogy én erről is csináljak valamit, és akkor rögtön földobódok, és azt mondom, hogy hó, hát egy nézetváltót kell csinálni. Én azzal már azt a bosszumat szeretném az embereknek a tudomására hozni, hogy én mennyire nem szeretem azt, hogy élnek olyan emberek is, akik egyik nap azt mondják, hogy igen, a másik nap meg nem. Mindenki nézetváltó, csak kérdés, hogy miért váltogatja és hogyan? Na most ezek olyan nézetváltók, akik közben ökölbe tartják a kezüket. És hol néznek jobbra, hol néznek balra, még ők se, ők ketten se igazán szeretik egymást. Gonoszkodó nézetváltókról van szó. Na de ezek kicsodák? Politikusok! Nem művészek! Ennél rosszabbat nem tudom mondani! Ja, ez a Kossuth díja? Ez. Szabad venni? Ki? Nyugodtan. Azt se tudom már, hol járunk. Szoktam kiosztani a vendégeknek iránytűt. Ja, azt hittem térképet. Szóval ez a Kossuth díja. Nem igen. Ismerem meg. Hát volt rajta a Kossuth. Nem tudom, ki csinálta, de nekem nem tetszett. És azt levettem, az az Éváé lett, mint alternatív Kossuth díj. A feleséged megkapta? Megkapta. Meg kiérdemelte. És ez a kis szobor, ezt a Power Gyulától kaptam egyszer. Ezt úgy szeretném majd megcsinálni, hogy egy ilyen kis zenélő szerkezet lesz a doboz aljába beépítve, ami mikor elindul a zene, akkor ez szép lassan forgatja ezt a kis ördögöt ebben a kis csajjal itt. És ez olyan jó pofa. És ez volt az eredeti? És az volt az eredeti, igen. Szóval ez nem a Kossuth díj lenézése, vagy alulértékelése, mert nagyon büszke vagyok rá, hiszen valaha az életben, én ezt 15-20 évvel ezelőtt nem gondoltam, hogy egyszer ennek a birtokosa leszek. És ez micsodára ráraktam? Ez olyan fura ez a fal. Ez egy szekrény sor itt. Itt tartjuk a ruháinkat, itt vannak a különböző... Ezt ki lehet nyitni? Ki lehet nyitni őket, mindegyiket. És ezt mennyiért csináltattad? De ezt az Évában csináltam.
Úristen, mennyi öved van? Mindegyik gatyókához van egy másik öv. Van, amelyiket én úgy átalakítottam, melyiket? Meg más van. Például ezt. Ez egy ilyen táskának a horcija volt, és akkor ide kapott egy ilyen külön klamnit, így, és ebben így a két végét ennek az övnek így össze lehet kapcsolni. Így, és akkor így már az én méretemre egy öv. Nagyon jól néz ki, nagyon modern. És akkor ez pedig így a kábeleknek, meg a lomtár. Itt azt hittem, hogy ez valami... Nem tudom. Hoppá, megfogtuk! Fogtunk magunknak egy saját embert. A feleséged nevezett Édeskének? Vagy ez a becenem, hogy Édeske, mindenki Édeskének hív. Édeskének hívnak, ennek is története van természetesen, mikor a 69-ben a Szürenon kiállításon sok-sok baráttal kerültem kapcsolatba a magyar neo-avantgard új nagy figuráival, és nem tudtam mindenkinek a nevét megjegyezni, amúgy is rossz a névmemóriám, és mindenkinek adtam egy becenevet, te kis kócos, te kis kékszemű, te kis szöszi, te kis drága, te kis édes, te kis aranyos, és egyszer csak Csáhy Attila egyszer azt mondta, hogy édeském, drágám, hát és akkor ez úgy megtetszett a többieknek, és akkor elkezdtek Édeskének nevezni, szóval ez úgy hozzám ragadt, és én ezzel már nem is tiltakozom. Néha szoktam mondani, hogy édeske, időske. Mit szabad hozni? Kapucsinót. És ha lehet édeskével. Van egy ilyen, hogy édeske, és az a legolcsóbb. Az a legolcsóbb, az egy ilyen nagyobb pirula minta. Ugye ezek nem egyforma nagyok, tehát van, ami ilyen egész kis bűszönyi, meg van, ami ilyen, mint egy ilyen nagyobb tabletta olyan. És az ez egyik legnagyobb méretű. A mi szervezetünknek a poliszaharidok azért nagyon jó energiaforrást jelentenek, mert ezek összetett cukrok. Először a szervezetünk egyszerű cukrokká alakítja, ez egy idő. Tehát nem ad egy hirtelen felszabaduló energiát, hanem adagolva kapjuk folyamatosan, és ugye ahogy élünk, mozgunk, csináljuk a dolgunkat nap mint nap, ez így szépen fel tud használódni, tehát nem alakul úgy zsírrá, mint egy egyszerű cukor, ami hirtelen ad egy borzasztó sok energiát, és ezt nem tudjuk vele mit kezdeni. Civilizált társadalmakban a cukorfogyasztás az valami őrületesen borzalmasan nagy, és az a baj, hogy finomított cukrot eszünk, ami azért nagyon rossz, mert megfosztjuk azoktól az anyagoktól a cukrot, amik segítik a felszívódást és az emésztést. Viszont a cukor feldolgozása a szervezetnek egy hihetetlenül nagy felesleges energia. Az édesség az mindig luxuscikknek számított, tehát a 19. században ez egy lakosra jutó évi cukorfogyasztás, ez egy olyan 5-6 kiló volt, és ma pedig borzasztó a helyzet. Az Amerikai Egyesült Államokban évi 70 kiló az egy főre jutó, nálunk pedig olyan 36. Egyet. Szóval Andy Warhol mondta, hogy ő neki tulajdonképpen az a vágya, hogy ő gép szeretne lenni. Te erre nem gondoltál soha? El tudom képzelni azt a világot, ahol az ember ráhagyatkozik sokkal jobban a gépekre, de ez még én tőlem nagyon idegen. Hát akkor a science fiction regények, vagy a science fiction filmek sem érdekelnek annyira? Nem igazán érdekelnek, szóval bele-bele szoktam nézni, de egy kicsit megrettenek tőle. Hát mitől félsz? Hát mitől félek? Hát az, hogy valaki egy gép kiveszi a kezemből a hegesztő pisztolyt, és ő akar helyettem hegeszteni, és nem úgy fogja megcsinálni azt a munkát, ahogy azt én szeretném. Úgy érzem, hogy egy olyan csodálatos korba élek, hogy engem kielégít a mai technika. Szóval az, hogyha este fölmegyek a kis szabadidő szobámba, ott találkozok a kis műholdvevőmmel, és a világot egy képernyőn leellenőrizhetem, hogy éppen hol mi történt. Ez nekem egy nagyon szép és nagyon nagy élmény. Itt egész más cigiket szívok, mint lent, és ez olyan fogadalom, hogy azt mondom, hogy ameddig 10-szer így nem sikerül a cigarettát a számba betenni, addig nem gyújtok rá. De beszéd közben nem szokott sikerülni. Na tessék! Hopp!
Számolok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Most már nyolcra rá kell gyújtanom, mert biztos, hogy ilyen jó széria nem lesz. Válasz egy öngyújtót. Egy öngyújtót választok a gyűjteményből. Jaj, de jó, hogy rágyújthatok. Soká maradtok még?